Hali-ho! Van hó! Megyünk hazafele. Ennél többet nem bírok menni. Mármint 40-nél 40 mérföld per óra, ami azt mondja, hogy 60 km per órával nem bírok többet menni. Annyira hull a hó, hogy ez hihetetlen. Gyakorlatilag nyom az úton, az enyém van. Szerintem az elmúlt fél órában, egy órában erre nem járt senki. Sok minden nem hiszem, hogy látszik a kamerába. Legalábbis kintről nem. De igen, hát ilyen nem volt mostanában Angliában. Tehát tavaly kb. Ilyenkor volt egy kis hó, de hát az nem volt ilyen durva. Legalábbis nem ilyen gyorsan hullott ennyi hó. Ez holnap reggelre nagyon, nagyon vicces lesz. Főleg úgy, hogy rohadtul Angliában ugyebár nincsen nyári, vagy téli gumi. Itt mindenki nyári gumiban nyomja. Ki ő, aki nem rendel eBay-en, vagy valahonnan magának téli gumit. Szóval, igen, ez így egy kicsit úgymond veszélyes játék. Full hóba nyári gumival nyomulni. Nem olyan kellemes ám. Konkrétan, mielőtt elkezdtem a videózást, volt egy ilyen... Most csak azért engedem le a kamerát, nehogy rendőr legyen. Szóval, mielőtt elkezdtem a videózást, volt egy ilyen dombos, szerpentines rész egy kicsit. Hát ott azért gondolkodtam, hogy vajon fel fogok jönni, vagy nem fogok feljönni, azért nem is videóztam. De most itt viszonylag egyenes az út, szóval itt nem kéne legyen probléma. Főleg, ha nem kell megállni. Remélem a jelzőlámpánál végig zöldet kapok, és akkor nincsen gáz. Utána még felmegyünk az autópályára, az még talán vicces lesz, de utána már elvileg nem kellene legyen gond, mert utána csak lejtő megyünk. Vagy egyenesen. Tehát konkrétan nincs nyom az úton. Szemből jönnek autók, még egy-egy. Mondjuk igazából így 0 óra 10 perc van most. Hát nem éppen ideális idő vezetésre. Holnap remélem, hogy ha ez reggelre nem fog elolvadni, akkor nem kell bemenni melóba, mert ugye bár itt Angliában úgy működik, ha van egy kis hó, akkor itt megáll a világ. Olyan szinten, hogy nincs, nem egyszerűen nem kell bemenni dolgozni, mivel hogy tudják nagyon jól, hogy az emberek 98-99%-ának nyári gumija van, így gyakorlatilag iskolák bezárnak, üzletek nem nyitnak ki, semmi. És hát mindenki otthon marad. Tavaly nem volt ilyen durva hó, két napig otthon ültem, mert nem kellett bemenni melóba. Nekem holnap igazából 5-re kellene jöjjek melóba. Hát ha ez az előrejelzések szerint kb. Holnap délig, délelőtt, délutánig fog hullni, és olyan 10 centi hót jósoltak. Hát ha meg lesz az a 10 centi hó, akkor én valószínűleg holnap nem kell bejöjjek melóba. Ami jó lesz. Csak reméljük, tényleg így is lesz. Igazából nincs kedvem bejönni. Na, hát szóval igazából... És egy piros... Na, motorfékezünk, mert ilyenkor rendes féket nem szabad használni. Hát is vált. Hohoho, visszaraktam kettesbe. Kicsit léptem a gátra, már megcsúszott. Már a kipörgés gátló elkezdett villogni, hogy hülye gyerek, mi a faszt akarsz te? Az autópálya konkrétan üres mellettem, ahogy látom. Hát mi vagyunk ilyen elvetömültek, meg páran, akik szerintem még mennek hazafelé a melóból. De itt kb. Egy óra múlva egy autó nem lesz az úton. És mint látjátok, a lófasz se takarítja, mivel hogy ezeknek a buziknak még valószínűleg hókotrójuk sincs. Mivel hogy itt nem nagyon szokott hó lenni, itt egy évben van egyszer, kétszer hó, az is általában ilyen 2 centi szokott lenni, és azt megvárják, míg elolvad. Legjobb esetben szórnak egy kis sót, egy kis homokot, vagy valami az útra, és ezzel el van intézve. És ennyi a mese. És megvárják, míg elolvad a hó. Tehát itt nem jön, mennek ki az utcára az emberek. Amikor voltam vásárolni, már kenyeret nem találtam. Ugye itt már két nappal előtte tudják, hogy buli lesz,
és az emberek, mint valami sáskák mennek és kifosszák az üzleteket, gyakorlatilag az összes szupermarketet, az összes tejet, kenyeret, kekszet, amit létezik, mindent felvásárolnak, mintha legalábbis egy Armageddon vagy apokalipszis következne, és így napokra előre betáraznak. Hát én nem táraztam be igazából, csak körülbelül egy napra. Úgyhogy ha ez holnapig nem fog lenyugodni, akkor holnap után már vakarni fogom a fejem, hogy mi a szart fogok enni, mivel hogy kenyér nem lesz. Mondjuk kenyér már nincs otthon, de... Vagyis ha mi van, az édeskevés. Mert én úgy készültem, hogy ebből a hóból igazából nem lesz nagy vasszizdasz. Aztán majd meglátjuk. Hát itt elvileg két sáv kellene legyen, de nincsen csak egy. És konkrétan vastagon áll a hó az úton. Ilyen, hát nem akarok hazudni, de 3 centi, 4 centi hó már van. És most fogunk mindjárt felmenni az autópályára. Ha sikerül. Na én itt nekem át kellene menjek ide, ahol nincs is nyom még. Mert itt ez az én sávom. Na és most jön egy megállás. Ami sikerült. Na, ott jönnek még autók, emberek. Hát igen, ők mennek fel az autópályára, mi is megyünk fel, meglátjuk mi lesz, reméljük nem gáz. Az autópályát remélem showzták, mert azt legalább annyit. Fókuszt azt felejtsük el, ahogy látom, mert az úgy nincs. A hó miatt. Meg ahogy hullahó nem bír fókuszálni ez a telefon, hát igen. Nem feltétlen videózásra lett kitalálva. Na hát igazából én csak egy ilyen kis szösszenetet... Mások, el tudunk indulni? Há, kaparabátja! Na itt a híd alatt minden oké lesz, mert itt nincs hó. Na innen lesz az érdekes, mert az autópályára ugye felmenni egy kis emelkedő van. Előtte meg ez a körforgalom. Ahol persze, hogy nincsen csak egy sáv. A három helyet. Úgy tűnik, hogy nem lesz itt gáz. Á, itt azért ki van taposva egy kicsit. Na jó, hát kamionok ugye járnak. Azzal nincs gond. Jó, ettől tartottam itt egy kicsit, hogy nehogy ne legyen semmi nyom. És akkor cumi lesz. De jók vagyunk. Jó. Hát én tartom itt is a 60-at, én nem kockáztatok, hanem muszáj. Mert ugye elég egy kis bucka vagy valami, aztán itt keresztbe vágott. Mondjuk elég széles, de sose lehet tudni. Meg pláne azért vannak barmok, akik jönnek sebességgel, és akkor majd nézek ki a fejembe, hogyha nekem csúsznak, vagy én csúszok neki valamelyiknek. Na hát igazából csak egy ilyen kis szösszenetet akartam. Ez a videó még mai éjjel fel fog kerülni szerintem. Igen, nincsen telefon tartó még egyelőre az autóban. A tabletnek van. Telefon nem tudom beletenni, mert túl kicsi hozzá. De hamarosan beszerzek egy komolyabb telefontartót. És hogyha tetszenek az ilyen vezetős videók, ahol a képemet is látjátok, illetve a hátteret is. Jó, most az útból sokat nem láttok, mert tényleg olyan annyi olyan szinten hull a hó, hogy nem bír fókuszálni a kamera, de hogyha nem ilyen idő lesz, akkor valószínűleg sokkal tisztább és élesebb lesz a kép. Na, hát hogyha szeretnétek még ilyen videókat, akkor lájkoljátok, osszátok meg, írjatok kommentet, hogy legyenek ilyen vezetős videók, vagy ne legyenek többet. És akkor, ha van rá igény, akkor lesz, és akkor így fogok beszélni, inkább így fogok vlogolni, mint hogy most álljak meg egy fal mellett, és akkor magyarázzak a kamerába. Így azért kicsit látványosabb szerintem. Szóval írjátok, hogy szeretnétek még ilyen videókat, vagy nem szeretnétek. Én innen leteszem, mert megyek le az autópályáról, onnan megint ki tudja mi vár, mert ott valószínűleg nem lesz jó út. És inkább koncentrálok a vezetésre, míg nem kerülünk problémás szituációba. Na hát ennyi lett volna ez a videó, köszönöm a figyelmet. Majd értékeljétek és reagáljátok, hogy akkor szeretnétek esetleg ilyen videókat még, vagy nem. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!